27. fejezet Akház Akház trónra lépése olyan félelmes helyzet elé állította Ézsaiást és társait, amely Júda országában minden eddig itt felülmúlt. Sok embert, akik korábban ellenálltak a bálványimádó szokások rontásának, most rávettek a pogány istenségek imádására a fejedelmek is hűtleneknek bizonyultak megbizatásukhoz. Hamis próféták támadtak, akik tanításukkal félrevezették a népet. Még a papok között is voltak ilyen felbérelt tanítók. A hitehagyó vezetők megtartották az istentiszteleti formákat, és azt állították, hogy Isten népe közé tartoznak. Mikeás próféta aki ezekben a nyugtalan időkben hirdette üzenetét, kijelentette, hogy Sion bűnösei vérontással építik a Siont, álnoksággal Jeruzsálemet, miközben az úrra hivatkozva mondják, és Isten káromlón így dicsekszenek. Közöttünk van az Úr, nem érhet minket baj. Mikeás 3.10.11 Ézsaiás próféta kemény dorgálással emelte fel hangját e ellen. Halljátok az Úr igéjét, sodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk tanítására, gomora népe! Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr? Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek és megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ézsaiás 110 12. Az ihletet ige kinyilatkoztatja. A bűnösök áldozata utálatos, kivált, ha galád dologért hozzák. Példabeszédek 21.27. 27 A menny istenének szeme tiszta, nem nézheti a gonoszt és a nyomorgatást. Habakuk 1.13. Nem azért fordul el a törvényszegőtől, mert nem akar megbocsátani. A bűnös nem akarja igénybe venni azt, amiről Isten kegyelemből gazdagon gondoskodott, és ezért Isten nem tudja a bűntől megszabadítani. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választotta el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Ézsaiás 59. 1, 2. Salamon ezt írta. Jaj neked, ország, ha királyod gyermek. Prédikátor 10.16. Így volt ez Júda országával is. Az állandó vétkezés következtében uralkodói olyanokká lettek, mint a gyermekek. Ézsaiás felhívta a nép figyelmét arra, hogy meggyengült helyzetük a föld népei között. Rámutatott, ez azért van, mert gonoszságokat követnek el a magaslatokon. Az úr, a seregek ura eltávolít Jeruzsálemből és Júdából mindenféle támaszt, mondta a próféta. Minden támaszt, amit a kenyér, minden támaszt, amit a víz nyújt, a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyesmestert és a varázsláshoz értőt. Ifjakat teszek vezéreiké, és sihederek uralkodnak rajtuk. Bizony elbukik Jeruzsálem, és elesik Júda, mert nyelvükkel és tetteikkel az úr ellen fordulnak. Ézsaiás 3, 1, 4, 8. Vezetőit félrevezetnek, tévútra visznek téged. Ézsaiás 3.12. 12. Akház uralma alatt szó szerint így volt. Róla olvassuk. Izrael királyainak az útján járt, sőt, Isten szobrokat is csináltatott a baáloknak. Tömjénezett a Benhinnom völgyében, 2 Krónika 28, 2, 3. Még fiát is elégette áldozatul, azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fia elől. Kettő királyok 16.3. Ez az idő valóban nagyon vészterhes volt a választott nép számára. Csak néhány év, és Izrael országának tíz törzse, szétszóródik a pogány világ népei közé. Júda országában szintén sötétek voltak a kilátások. A jó hatások rohamosan csökkentek, a rosszak egyre szaporodtak. Mikeás próféta látva a helyzetet így kiáltott. Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember. Aki a legjobb köztük, olyan, mint a tüskebokor, a legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor. Mikéás 7-2-4. Ha a seregek ura nem hagyott volna néhány menekültet, nyilatkoztatta ki Ézsaiás, olyanok lennénk, mint Sodoma, Gomorához hasonlítanánk. Ézsaiás 1-9. Isten a hűségesekért és a téveigők iránti végtelen szeretetéből, mindenkorban sokáig tűrte az engedetleneket. Kérlelte őket, hogy hagyjanak fel bűnös életmódjukkal, és térjenek vissza hozzá. Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi. Elhívott emberei által így tanította a vétkezőket az igazság útjára. Ézsaiás 28.10 ez történt Akház uralkodása alatt is. Jahve egyre csak megtérésre hívta Izraelt. A próféták szeretettel kérlelték a népet, nyomatékosan buzdítva őket bűnbánatra és reformációra. Szavaik gyümölcsöt teremtek Isten dicsőségére. Mikeás által hangzott a döbbenetes felhívás. Hallgassátok meg, amit az Úr mond. Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok. Halljátok meg hegyek az Úr perbeszédét, ti is ősrégi alapjai a földnek. Mert pere van népével az Úrnak, törvénykezni akar Izraellel. Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak, felej nekem hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgaságházából. Elküldtem Mózest, Áront és Míriámot, hogy vezessenek. Én népem, emlékezz csak. Mit tervezett Bálák, Moab királya, mit válaszolt neki Bálám, Beór fia, és mi történt Sittimtől Gilgálig. Mikeás hat, egy öt. Isten, akit szolgálunk, hosszú tűrő Isten. Nem fogyott el irgalma, Jeremiás síralmai 3.22. A kegyelmi idő alatt lelke egyre kérleli az embert, fogadja el az élet ajándékát. Életemre mondom, így szól az én uram, az úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Ezékiel 33.11 Sátán sajátságos cselfogása, az embert bűnbe viszi, azután ott hagyja tehetetlen, reménytelen állapotban, hogy féljen bocsánatot kérni de Isten hívja. Aki az én oltalmamra bízza magát, béküljön meg velem, béküljön meg velem. Ézsaiás 27.5 Krisztusban mindenről gondoskodott, minden támogatást megad. Júda és Izrael hitehagyása idején sokan kérdezték. Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal. Talán kedvét leli az úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben. A válasz világos és határozott. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az úr. Csak azt, hogy éj törvény szerint, törek egy szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mikeás 6, 6 8. A gyakorlati kegyesség értékét hangsúlyozva, a próféta megismételte azt a tanácsot, amelyet Izrael századokkal előbb kapott. Közvetlen azelőtt, hogy beléptek az ígéret földjére, ezt üzente az Úr Mózessel. Most pedig Izrael, Mit kíván tőled, Istened az Úr? Csak azt, hogy Istenedet az Urat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt és szolgáld az Urat a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra. 5 Mózes 10. 12. 13 Jahve szolgái korszakról korszakra elismételték ezeket a tanácsokat azoknak, akiket az irgalmasság elfelejtésének veszélye és a formai vallásosság fenyegetett. Amikor Krisztustól földi szolgálata idején megkérdezte egy törvénytudó, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szerest fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták Máté 22.36.40 a próféták és a mester e világos kijelentéseit úgy kell fogadnunk, mint Isten szavát, amely mindenkinek szól. Ragadjunk meg minden alkalmat a terheket hordozók és a lesújtottak iránti irgalmasságra, a szerető gondoskodásra és a keresztény szívességre. Ha többet nem tudunk tenni, öntsünk bátorságot és reményt azokba, akik nem ismerik Istent, és akiket együttérzéssel és szeretettel nagyon könnyen megközelíthetünk. Sok-sok ígéret szól azoknak, akik éberen figyelik, mikor vihetnek örömet és áldást mások életébe. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Ézsaiás 58. 10. 11. Akház bálványimádó életmódjának, amelyen a proféták nyomatékos kérlelései ellenére sem változtatott, csak egy következménye lehetett. Ezért haragudott meg az Úr Júdára és Jeruzsálemre, iszonyatossá, borzasztóvá és gúnytárgyává tette. 2 Krónika 29.8 Az ország gyorsan hanyatlott, és a nem sokára beőzönlő seregek még fennmaradását is veszélyeztették. Háborút indított Recín, Arám királya, meg Pekach, a Remaljáhú fia, Izrael királya, Jeruzsálem ellen, és körülzárták Áházt. Kettő királyok öt. Ha Akház és a birodalom főemberei a magasságos Isten hűszolgái lettek volna, nem kellett volna az ellenük kötött erőszakolt szövetségtől félniük. Sorozatos vétkezésük azonban elvette erejüket. A megbántott Isten büntető ítéletétől való leírhatatlan félelem fogta el a királyt, és reszketni kezdett a szíve és népének a szíve, ahogyan az erdőfái reszketnek a szélben. Ézsaiás 7.2. E válságos helyzetben az úr megparancsolta Ézsaiásnak, hogy menjen el a reszkető királyhoz és mondja neki. Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Mivel azt a gonosz tervet szőtte ellened az arámi recín, az efraimi remaljá fiával együtt, hogy vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, azért azt mondja az én uram, az úr, nem sikerül, nem úgy lesz. Ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ézsaiás 7.4.9 Júda országának javára lett volna, ha Akház mennyből küldött üzenetként fogadja ezt. De mivel úgy döntött, hogy emberi erőre támaszkodik, ezért pogányoktól kért segítséget. Kétségbeesésében ezt üzente Tiglát Pilésernek, a Szíria királyának. Szolgád és fiad vagyok, vonulj fel és szabadíts meg Arám királyának a markából, meg Izrael királyának a markából, akik rám támadtak. Kettő királyuk 16 hét. A kéréssel együtt gazdag ajándékot küldött a királyi kincstárból és a templom tárházából. A kért segítséget elküldték, és Akház király egy időre megnyugodott de micsoda árat kellett ezért Júdának fizetnie. A felajánlott sarc felkeltette a szíria kapzsiságát, és ez az alattomos nép nem sokára megszállással és kifosztással fenyegette Júdát. Akház és szerencsétlen alatvalói nagyon féltek attól, hogy mindenestől a kegyetlen asszírok kezébe esnek. Megalázta Júdát az Úr, mert minduntalan vétkezett. A fenyítés idejében a megtérés helyett továbbra is hűtlen volt az Úrhoz. Damaszkusz isteneinek áldozott. Mivel Arám királyait megsegítik isteneik, mondta, ezért nekik áldozom, és engem is megsegítenek. 2 Krónika 28, 19, 22, 23. A hitehagyó király, aki uralkodásának végéhez közeledett, bezáratta a templom kapuit. A szent szolgálatok megszakadtak. Nem égették többé a lámpákat az oltár előtt. Nem mutattak be többé bűnért való áldozatokat. Nem szállt fel jó illat a reggeli és az esti áldozat idején. A város hitetlen lakói Istenházának udvarait elhagyva és kapuit bezárva, vakmerően oltárokat állítottak fel a pogányistenségek tiszteletére Jeruzsálem utca sarkain mindenütt. A pogányság látszólag diadalmaskodott. A sötétség hatalmai már már győztek. Éltek azonban Júdában olyanok, akik hűségesek maradtak Jahvéhoz nem lehetett rávenni őket a bálványimádásra. Rendületlenül ellenálltak a csábításnak. Rájuk tekintettek reménykedve Ézsaiás, Mikeás és társaik, amikor felmérték az akház utolsó éveiben véghez vitt pusztítást. Templomuk zárva volt, de a hűségeseket Ézsaiás megnyugtatta. Velünk az Isten! a seregek urát tartsátok szentnek, őt féljétek, tőle rettegjetek, akkor ő is megszentel. Ézsaiás 8. 10. 13. 14.